Tisztelettel és szeretettel köszöntöm a Fehérvár Televízió minden kedves nézőjét. Kezdődik Családőrzők című műsorunk. Az előző műsorokban próbálgattunk egy kicsit fényderíteni arra szakértőink alapján, hogy mitől nő a nő, mitől férfi a férfi, mitől anya az anya. Nagyon fontos kérdések, igazából nem találtuk meg a megfejtést, de mégis folytatjuk ezekkel a kérdésekkel. Családban maradva a következő kérdésünk, mitől gyermek a gyerek? És természetesen meg fogjuk kérdezni azt is, hogy meddig gyermek a gyermek. Én úgy vagyok vele, hogy a saját 38 éves gyermekem mindig a gyermekem marad, ha 60 lesz és én még élek, akkor is gyermekem marad, de hogy valójában tényleg meddig és mitől gyermek a gyermek, ezt már a vendégeknek teszem fel ezt a kérdést. Sok szeretettel köszöntöm a mai műsorban is Papp Csilla mediátort. Szia Csilla, szeretettel köszöntök mindenkit. Tornyai Gábor plébános mentálhigiénés szakembert. Én is szeretettel köszöntök mindenkit. És műsor sorozatunkban már harmadszor vendég nagy örömünkre Fekete Cseri Szilárd, a Kerek Világház Alapítvány vezetője, egészségfejlesztő mozgásterapeuta. Köszöntelek téged is. Üdvözöllek titeket, köszöntöm a nézőket. Vendégektől azért egy idő után meg szoktam kérdezni, hogy érzik magukat a műsorban. Itt az ideje, hogy neked is feltegyem ezt a kérdést, mielőtt a gyerekekről beszélgetnénk, amiben te lubickolni fogsz, tudom. Na, igen, arról tudok mesélni. Nagyon örülök annak, hogy ahogyan ezt Gáborral beszéltük, hogy gondolkodásra, együttérzésre serkentjük egymást is és a nézőket is, és ha nem akarunk nagy teljesítményeket lerakni az asztalra, és ez nagyon jó dolog. Nagyon tetszik az, hogy tudunk több oldalról megközelíteni egy-egy témát, és tényleg, vajon úgy a jó, ahogy én gondolom, vagy ahogy ő? Ez jó, ez nagyon jó. Örülök neki, hogy így érzed. Akkor vágjunk is bele a témában. Talán megengeditek, hogy azt mondjam, hogy most Szilárd legyen az első, aki erre válaszol, aki gyerekek között tölti az életét. Mitől gyerek a gyerek? Egy nagyon nagy kontraszt van én szerintem a gyerek és a felnőtt között, ez pedig a döntési lehetősége és a felelősség vállalása. És nagyon sokszor találkozom azzal, hogy ez felborul, akkor gond van, hogyha a gyereknek több joga és lehetősége van, mint amennyi a gyerek státuszából adódna neki. Ez az egyik oldal. A másik oldal pedig, ahol szintén elcsúszás van, hogy a gyerek elesett is gyámoltalan, ezért segítenünk kell őt. Ez nem mindig van így, vagy legalábbis bizonyos szakaszokban kell bizonyos mennyiségű segítséget adnunk. Mitől gyerek a gyerek? Attól gyerek, hogy játszhat. Attól gyerek, hogy felfedezheti a világot, attól gyerek, hogy majd ő belőle lesz az a tartalmas felnőtt, akit szeretnénk viszont látni. Lehetőségeket kap minden nap. A felnőtt mitől felnőtt? Attól, hogy azt a gyerekkort, amit megélt, jól használja. És azt csinálja, amit csinálnia kell, azt teszi, amit tennie kell ahhoz, hogy a lehető legjobban és leghasznosabban tudjon részt venni a társadalomban. Nyilván a saját igényeivel együtt. Kb. Ez a kontraszt. És attól is gyermek a gyermek, ha ezt a kifejezést is használom, egyébként utána néztem, hogy mi a különbség a gyerek és a gyermek kifejezés között, mert ezt is fontosnak tartottam, és azt a megoldást találtam, hogy tulajdonképpen a gyerekről beszélgetünk, és ha beszélgetésről van szó, úgy is emlegetjük, hogy gyerek. Írásban szokták inkább gyermeknek használni, mert hogy így kedveskedőbbnek tűnik. Én gyerek és gyermek egyaránt szeretem, de visszatérve attól, hogy mitől gyermek, vagy mitől gyerek a gyerek, nem csak a méretétől nyilván, de attól mindenképpen, hogy például, ahogy ő kacagni tud, az csak egy gyerek tud. Jól mondom? Tehát ez a őt még nem terhelik olyan dolgok. Biztos ti is tapasztaltátok magatokon, hogy gyerekkorotokban nevettetek igazán, és mostanság már akkorát vagy olyan őszintén nem tudtok nevetni, mint gyerekként. Nekem ettől mindenképpen gyerek egy gyerek az ő kacajától. Tehát az ártatlanságra gondolsz, gondolom. És a tisztaságra, ugye még nincsenek megmérgezve, nincsenek elrontva, főként amíg egészen kicsik, mert ahogy érik a külső behatások, és azt szoktam mondani csúnyán, hogy megtanítjuk őket hazudni, vagy lódítani, vagy olyan mondatokat mondunk, amik destruktívak, és nem építik őket, akkor nyilván már nem lesz ennyire felhőtlen az a kacaj, de az biztos, hogy azért a gyermeki lét normál esetben
egy sokkal oldottabb, tehermentesebb, mint a felnőtt lét. Tehát nyilván rajtuk még nincsen annyi teher. Szerintem addig, amíg nem kezdik el az iskolát, addig még felszabadultabbak. Amikor elkezdődik az iskola, ott már kapják az elvárásokat, a kihívásokat, a feladatokat, amiknek ugye meg kell felelni egyszer az iskolában, egyszer a szülők felé, mert ugye minden szülő azt szeretne, hogy az ő gyere legyen a leg-leg-leg, pedig igazából attól még az övé akkor is, hogyha gyengébben teljesít, akár sportban, akár az iskolában. De az biztos, hogy az a kisbaba kacaj, az a nagyon pici gyermeki kacaj, amikor fedezi fel a világot, és ugye szülőként az lehet a csodálatos ebben, hogy ugye mi mutatjuk meg neki a napot, a vizet, a szelet, az illatokat, az állatokat, tehát a felfedezésében kalauzoljuk a gyermekünket. Tehát jó esetben szerintem attól is gyerek a gyerek, hogy egyrészt van ez a szép, ártatlan korszaka, aztán az, hogy tud játszani, hogy felszabadult, hogy boldog, hogy őszinte mer lenni, még akkor is, ha fájdalmas, mert sokszor a gyerekek fájdalmasan és nyersen őszinték, mert még nem tudják csomagolni. Tehát, hogy ez is egy nagyon jó dolog, de így visszacsatolva rá, hogy a szülő, ha felnőtt szülő, hogy én azt szeretem, amikor a szülő arra törekszik, hogy majd a gyerekét maga fölé segítse, és hogy úgy fejlessze, úgy nevelje, hogy mindig egy kicsit fölé, tehát akár intellektuálisan, akár emberként, hogy még jobb legyen, mint én. És hát gyökereket és szárnyakat adni neki, hogy amikor kell, legyen ott a gyökér, legyen ott a bástya, legyen ott a vár, a védelem, a biztonság, amikor viszont indulni kell, akkor adjunk neki szárnyakat, reptessük meg, hogy ki tudjon teljesedni. Szerintem ez nagyon fontos. Gábor atya arcán úgy látom, hogy valami mély gondolatok ébredtek benned ezzel a témával kapcsolatban. Igen. Kerestem én is ennek a fogalomnak, ennek a gyerek fogalomnak a meghatározását, hogy hogy lehet, és így azon járt közben az agyam, miközben itt így beszéltetek, hogy ez a meddig tart az ártatlan gyerek kacaj, meg hogy van ez, hogy addig gyerek vagy, hogy így az járt a fejemben, hogy milyen gyorsan, tehát hogy mint hogy a mi egész ember létünk egy ilyen kibontakozó folyamat. A kapcsolatainkon keresztül bontakozunk, és ahogy a gyerek számára nyílik ki egyre jobban a világ, növekednek a kapcsolatok, vagy válnak egyre szorosabbá a kapcsolatok, hogy egyre több kapcsolat lesz körülötte, és ő bontakozik ki, hogy egy nagyon érdekes dolog, hogy ez az átmenet a gyerekből a felnőtté, ez vajon hol van, és persze a fejlődés lélektanban, meg mindenféle elméletekben vannak határok meghúzva az emberi életkorokban, hogy jellemzően erre a korszakra ez, jellemzően arra a korszakra az viselkedés mintába, kapcsolódásokba, bármi egyéb dologba megjelenik. De hogy így az járt a fejembe, hogy például ez az ártatlan kacaj meddig van meg. Vagy hogy hol van ez a pont, mert hogy látok azért mondjuk már óvodásokat is, akik azért nagyon kegyetlenül tudnak lenni egymással. Tehát hogy nem, és már nem biztos, hogy nagy óvodásoknál van ez, és hogy hol veszik ez el, vagy hol változik ez meg, ez egy nagyon, megint egy ilyen kicsit ilyen filozofálgatós kérdés, hogy hol veszítjük el az ártatlanságunkat, hogy hol van az a pont, amikortól elvesződik a egyáltalán van eredendő ártatlanságunk, ez már megint egy ilyen teológiai, filozófiai téma. Abszolút. És ebben nem akarok ebbe belemenni, mert ez egy másik sapka, és egy másik történet, és egy másik műsor. De hogy ennek a kibontakozása, és igazából számomra is, ha most nagyon meg akarom húzni a határt, hogy hol van a gyerek és a felnőtt között a különbség, és itt lehet, hogy nem is annyira életkorra húznám meg, az, amit itt az előbb mondtál, hogy a felelősség a gondolataimért, szavaimért, a dolgaimért. Hogy tudok-e felelősséget vállalni azért, amit mondok, vagy sem. Ugye nekem a klasszikus bibliai történet jut ilyenkor mindig eszembe, a bűnbeesés története, amikor az Isten azt mondja az emberpárnak, hogy ezt lehet, ezt nem lehet. Minden a tiétek, ez az egy nem. És ugye amikor elkövetődik ez az ősbűn, az ős bizalmatlanságnak engedve, vagy ennek a bizalmatlanságnak engedve, akkor olyan nagyon emberi és meg egy picit gyerekes is ez a reakció, amikor Isten megkérdezi Ádámot meg Évát, hogy ettetek a fáról, miért nem lett volna szabad, hogy egyetek? És ugye egy felnőtt erre úgy válaszolt volna, hogy Istenem, bocsáss meg, igen, tudom, hogy azt mondtad, hogy nem ehetünk, ettem, ne haragudj. Ehelyett jön az asszony a hibás, akit tartál mellém, meg a kígyó a hibás, meg mindenki, csak én nem.
és egy kicsit ilyenkor szoktam puncsolni a nőknek, hogy azért Ádám durvább dolgot mondott, mint Éva ebben a történetben, mert ugye Éva csak a kígyót hibáztatta, hogy hát a kígyó hibás, de Ádám mit mondott, hogy az asszony a hibás, akit te adtál mellém, Isten, te vagy a hibás. Miért csináltad ezt az én életemmel? Én nem vagyok a hibás és felelős. Ez egy tipikus ilyen, ez a felnőtt bőrbe öltöztetett gyerek válasz, hogy tudja, atya, manapság mindenki ezt csinálja. Kíváncsi vagyok, mi lett volna, ha azt mondják, hogy igen, én csináltam. Oké, akkor tiéd. Igen. Csak annyit ment hozzá, hogy bocsi. Ja. Fölvállal, hibáztam, igen. Bocsáss meg, bedőltem, kíváncsi voltam, és én hibáztam. Igen, egyébként a gyerek kacajjal kapcsolatban nem is az ártatlanságra gondoltam én, hanem tényleg arra, hogy neki még nem kell azért felelősséget vállalni a saját dolgaiért és semmiért, ami nagyon jó. Kérdés, hogy ebben a világban ezt mennyire őrizzük. Tényleg egy példát tudok felhozni, 6 éves kislány elsőbe kell mennie iskolába, és én meglepetésemre felvételiznie kellett egy gyereknek. Nem sikerült a felvételi, abban az általános iskolában, amit választottak a szülők, nem vették fel, és a kislány egész éjjel sírt, és akkor ezen gondolkoztam, hogy hagytuk-e őt elég ideig gyereknek lenni, mi felnőttek. Én inkább, most az jutott eszembe, hogy erről így beszélgetünk, hogy itt most az elmúlt műsorokban arról beszélgettünk, mitől férfi a férfi, mitől nő a nő, meg mitől gyerek a gyerek, de hogy lehet, hogy el lehetne játszani ezzel a gondolattal. Most csak ez jut eszembe, hogy igazából mi nem csak férfi és nő, hanem férfi és nő és gyerek vagyunk. Igen. Ugye? Nagyon jó. Mert a játékhoz, de ha elveszítjük a játékosságunkat, azt a gyereket, aki akkor az élet veszik el. Pontosan így van. Ez nagyon olyan fontos. Ez a kacaj. Én ebbe gondoltam bele, hogy én minden nap legalább 4-5 úgy kacagok, ahogyan csak kifér. És nem gyermeki a hangja már, nyilván. Férfi hang. De ami mögötte van, az mind ugyanaz a gyermeki... Őszinte. Kirobban. Amit tudok játszani például felnőttként. Ez játék lett volna nem attól vagyok én felnőtt, hogy nem játszom. Sőt, szerintem felnőttként. Tehát megint, ha a családokhoz megyek, és mondjuk amikor apukák leülnek a gyerek karácsonyi ajándékával játszani, a gyerek már rég máshol van, de apuka éppen már a legót építi, vagy a kisvasútat szereli még mindig össze, teljesen belemerülve, és akkor ilyenkor anyukák lenyintenek, hogy hát akkor elvesztettük. De csak megint felnőtt ilyen csapatépítő játékok. Én most lehet, hogy furák, azért nagyon szeretek paintballozni. És olyankor elfelejtem azt, hogy hány kilós vagyok, hány éves vagyok, hanem egyszerűen benne vagyok a játékban. És akkor az egy felnőtt játék. Igen, de hogy nekem attól válik az játékká, nem az a fontos, hogy most lelőjek valakit, hanem az, hogy egy picit kilépek a hétköznapok felelősségéből, és lehet, hogy itt lépünk vissza ebbe a gyereki énünkbe, hogy abban, amikor én megengedem magamnak, hogy játszak, akkor az a fajta teher, hogy szabályrendszer, felelősség, ilyennek kell lenni, olyannak kell lenni, mert minden játéknak vannak azért saját belső szabályai, de hogy mégiscsak valahogy egészen másképpen van jelen, és megengedhetem magamnak a felszabadultságot, és akkor a felszabadultságból tudok visszatérni a felelősség teljes létembe. És akkor tudok felnőttként felelősen ott lenni. És lehet, hogy ez is egy különbség mondjuk egy felnőtt gyerek között, hogy a felnőtt le tudja szabályozni. Ugye ezt is szokták mondani a szülő-gyerek játékba például, hogy a szülő legyen benne teljesen akkor, amikor ott játszik, de mégiscsak ő a felelős a játékért, és azt mondani a gyereknek, hogy most vége, és akkor ő föláll, és akkor ő apa lesz, és anya lesz. De amikor játszik, akkor ott van lent a gyerek mellett, és benne van ő is a játékban. Egyébként emlegettük már néhány műsorral ezelőtt, hogy a férfiak is tudnak, és kell is, hogy néha kisfiúk legyenek, és egy hölgy, amikor dorombol, hogy ne lenne már akkor kislány, és hogy ne lenne már ugyanúgy gyerek, és ez adta a következő kérdést, hogy akkor most meddig gyerek a gyerek. Ha jól csináljuk, akkor életünk végéig. Az az igazi? Az. Hát amikor él bennünk a gyermek. A gyermeki énünk. Amikor nénik a felelősségvállalást fel kell venni. De a felelősségvállalást fel kell venni. De az is ott van, igen. Mi van akkor, hogyha olyan szituációt tudunk teremteni az életünkbe, hogy a megélhetésünket egy játékból tudjuk fenntartani? Az egy munkarát. Hát akinek vajon ez önazonos, annak fantasztikus. Oké, csak hogy az vajon hozza magával a felnőtt értékeket, mert a felnőtt életben is vannak értékek.
Mire lehetek büszke? Milyen értékteremtést? Hogyan mozítottam előrébb a világnak, a társadalomnak igen. mozgását? Szerintem a felnőttség és a gyerekség valahogy úgy kapcsolódik össze, és megint nem akarok elmászni ilyen filozofálgatásba, hogy azt a fajta egyensúlyt látom, hogy hol van a játékosságnak és a felelősségnek az egyensúlya. Hogy nem bírenek el, és nem válok gyerekessé, és nem válok túl komolyá, hanem valahol ennek a fajta, ez a fajta megint játék. De ez egy egyensúly, tehát ez is játék az egyensúlyozással hát igen, csak tulajdonképpen. Mit választasz te munkádnak? Tehát amíg van egy ember, aki olyan játékokat csinál, amivel mások játszanak, és ő találja ki, és teszteli, és a játékában él, és játszik azzal, hogy játékokat csinál. Csak ő játszik-e? Érted? Hát játszik, ismerem, tehát... Ez konkrét, tehát ez persze, nem egy fikció. És nem egyedül van ő ezzel a helyzettel, hogy a játékából él, és játékokkal foglalkozik, és imádja, és neki ez játék, mondjuk így. Ő neki a felnőtt életének a javarésze játékkal telik. Vajon akkor a felnőttségében hiánya van valamiben? Vagy, de ez nem az ő felnőtt döntése, hogy ő játszik? Hát ez az. Tehát nekem ez a különbség. Hogy ő egy olyan dolgot alakított ki, ahol ő játszhat, ameddig csak kedve tartja. Én az előbb azt mondom, hogy örök gyermek, itt él bennünk. Hogyha nem tápláljuk, ha nem foglalkozunk vele, megbetegszünk. És ez... Szerintem alap hogy életben tudjuk tartani, és tudjunk foglalkozni a gyermekünkkel. De hogy ez hol válik el? Amikor én szakmát választok, vagy tevékenységet, hivatást választok, akkor azt mondom, hogy egy olyan dolgot szeretnék csinálni, amivel tudok úgy a hasznára lenni a társadalomnak, amivel tényleg előre tudom mozdítani ezt a káoszt. Káosz. Nem a káosz nyilván, hanem a megoldás, vagy tudok olyan értéket adni és teremteni, amivel előrébb tud mozdulni a társadalom. Hogyha egy játékgyáros játékokat gyárt, abban ő, hogyha megtalálja ezt, akkor megtalálta megint azt a hivatást, amivel hasznos tud lenni, meg értékes. Maradva a kérdésnél mégis, hogy meddig lehet gyermek, igen. A gyermek hagy hozzak egy újabb mintát, egy példát, és az kíváncsi vagyok a véleményetekre természetesen. 50 éves emberről van szó, aki rövid időn belül egyszerre veszíti el a szüleit, és ott áll a temetőbe, és egy hirtelen bejön egy gondolat, hogy most lettem felnőtt. Ezzel mit lehet kezdeni? Nem. Hát, én ezzel nem értek egyet. Szerintem nem válik attól felnőtté valaki, hogy elveszíti a szüleit. Szerintem attól válik felnőtté, mert attól ő még ugyanolyan gyerekes tud maradni, vagy ugyanúgy el tudja játszani idézőjelbe ezeket a játékait, játszmáit, mint esetleg korábban, amiket ő kialakított. Hogyha ő nem tudott felnőni, a szülei nem engedték, vagy nem segítették abban, hogy ő a saját életért felelősséget vállaljon, akkor azt gondolom, hogy teljesen, bocsánat, hogy így mondom, teljesen mindegy, hogy elveszíti a szüleit, vagy sem. Én inkább azt mondanám, hogy ő árvává vált. És nem felnőtté. Ha elveszítem a szüleimet, akkor árva leszek. Igen, tehát kihúztak alól a két széket, vagy két támasztékot. Az, hogy én lehet, hogy mellettük én, tehát hogy a szüleim mellett én felelősséget tudok válni a saját életem, és eljutok oda, hogy ezt az én saját életemért való felelősséget meg tudom tenni, attól válok felnőtté. De csak attól, hogy ott vannak a szüleim. Nekem édesapám 96-ban halt meg. Akkor én 22 éves voltam. Ő akkor volt 50, akkor készült, az 50. szülnapjára készültünk, amikor ő meghalt. Azóta édesanyám egyedül nevel. Tehát, hogy így anyukám jó egészségnek örül, nem tudom, de hogy én nem attól vagyok felnőtt, hogy apukám itt van, vagy nincs, vagy anyukám hogyan nevelt engem, hanem abban érzem a felnőttségemet, hogy kezdem megtanulni azt, hogy mit jelent felelősséget vállalni a saját életemért. És nagyon sokáig ilyen az anyukám, és nem, azért mondom, hogy nem azon múlik, hogy ő itt van, vagy nincs mellettem. Ő neki a kisfia vagyok, tehát hogy ezt folyamatosan mondja, és hogy
jön hozzám a plébániára látványos, amikor anyukám megérkezik, tehát hogy így a káoszból rend. Tehát, hogy így én ott úgy átlátok mindent, ami úgy hever a földön, és anyukám már megtanult, hogy kisfiam, nem tettem ezt semmit, csak kicsit így összerendeztem. És akkor, de hogy ő a kisfia vagyok, és akkor ő most főzt, takarít rám, tehát hogy de hogy én ettől nem gyereknek érzem magam, amíg anyukám a kisfiaként tekint rám, hanem én felnőtté váló valaki férfi vagyok az anyukám mellett, anyukám gyereke, de hogy én nem gyerek vagyok ilyen. Az én meghatározásom szempontjából lehet, hogy talán így jobb. Nem is Mama Hotelben élsz. Igen. Nem, tehát, hogy önállóan. Igen. Voltak épp ez itt a lényeg, hogy a korakamaszkortól kezdve már határkeresések, dackorszakok tömkelege arról szól, hogy hol van az én helyem, hol igen. vagyok én jó, hol vagyok én, hol tudok én tőletek függetlenül érvényesülni. És hogyha ezt jól fel tudják építeni a családban, akkor mire felnőtt korba, tehát magyarán 18-20-25 éves lesz a gyermek, addigra már rendelkezik azokkal a tapasztalatokkal és lehetőségekkel, amikkel meg fogja állni a helyét, és addigra már felnőttként lehet rá tekinteni. De nyilván, aki a Mama Hotelt választja, a könnyebb út, a kényelem, stb., vagy rákényszerítik, hogy fiam, te úgyse tudod, majd megoldom, majd itt megoldom. Ha ez van, akkor nincs miért felnőni. Akkor nincs is miért felnőni. Miért nőjek fel? Igen, és hogyha eltávoznak a szülők is, úristen, felnőttem, ez egy kényszer felnővés. Arról szól, hogy a Mama Hotelbe zárt a kapuit, illetve hát a gondoszói rendszer. És akkor most keresek valakit, aki ugyanazt kell csinálnom, mint... És biztos, hogy nem jött fel az az ember, aki mondjuk otthon lakik 40 éves korára? Mert ugye el tudom képzelni, hogy attól, hogy otthon lakik 40 éves korára, már a játékot rég elfelejtette. És mondjuk a munkahelyen ugyanúgy van rajta felelősség. Csak hogy védjem azokat, akik otthon lakik. Nyilván helyzete válogatja, most itt tipizáltuk azokat az embereket. Misztereotípia ebben sem. Akikről tudjuk, hogy Mama Hotel az azt jelenti, hogy igen, ott az... hoteli szolgáltatásokat vesznek igénybe. Mondok egy példát. Ma anyukám felhívott, hogy kislányom, van ebéded? Mondtam, hogy még nincs, mert akkor még nem gondoskodtam ebédre. És mondta, hogy húslevest főzök, vigyek le neked? És mondtam, ha megtennéd, örülnék, hát anyukám húslevese nyilván. De ha anyukám nem hoz húslevest, akkor is képes vagyok elmenni a boltba, bevásárolni alapanyagokat és főzni magamnak. Tehát most ez egy nagyon igen. egyszerű példája annak, amiről beszéltünk, hogy ha az édesanyám nem főz nekem, akkor ellátom magam, ellátom a gyerekem, ellátom a családom, tehát képes vagyok rá. Tehát itt az a lényeg, hogy nem áll meg az élet, hogyha onnan nem jön valami. De mégis kicsit gyereknek érezted magad. De nagyon jól esett, meg nyilván azok az ízek, amin ugye felnősz a gyerekkor ízei, tehát ez mindig csábító, hát te is kapod ugye anyukától. Tehát, hogy ez egy... Tehát ha ez minden nap így lenne, akkor az sok lenne, mert nem vagyok magam ura, nem én csinálom a dolgot. Nekem saját igényem az, hogy én önállóan tegyek valamit. Tehát, hogy nekem igényem belső az, igény. Hogy ne legyen Mama igen. Hotel körülöttem. Így van. Hát mit képzeltek? És akkor itt van 65 éves korában a felnőtt a gyerek mellett. Igen. Ugyanabban az emberben. És csak a visszatérek a kérdésedre, mert kérdez, hogy és akkor hány éves korig gyerek a gyerek? Nekem csak annyit ott eszembe, hogy a nézzel meg játszó nagyszülőket. Akik az unokájukkal játszanak. Tehát az szerintem 70-80 éves nagyszülők is bele tudnak feledkezni a játékba, és abszolút kisgyerekként ott az unokájukkal bohóckodnak. És voltak épp a nyugdíjas kor arról szól, hogy már nincs felelősséget, különösebben nem kell dolgoznod, menni, meg behajtani a fejét. Azért előttem a kép, amikor a nagymama az unokát meglátja, és nagy boldogan elkezdenek játszani, és pillanatok alatt leül a szőnyegre. De aztán föl kell állni. Ja, és nem tud. Na, ott már nagymama, nagymama. Már nagyon nagymama, szépen nagymama. Köszönöm nektek ezt a beszélgetést. Én azt hiszem, hogy mitől a gyermek. Egy kicsit könnyebben tudtuk meghatározni, mint az előző két témát, de természetesen még nagyon sok minden van, amiről beszélgetnünk kell. Úgyhogy köszönöm a mai műsort is Papcsillának, Tornyai Gábornak és Fekete Cseri Szilárdnak. Köszönöm. És nagyon szépen köszönöm a Fehérvár Televízió nézőinek, hogy velünk voltak. Családőrzők című műsor. Sorunkkal. Egy hét múlva újra jelentkezünk. Viszontlátásra! Viszontlátásra!